Üdvözlök mindenkit a bevezetés a pszichológiába online előadásokon. Mai témánk tanulás, kondicionálás és emlékezés témakörei. A szakirodalom mellett megadtam ajánlott irodalmakat is. Ezekbe érdemes belelapozni, olvasgatni, és ha tetszik, akkor akár az egészet elolvasni. Tanulás és kondicionálás témaköréből csak azt tárgyaljuk itt, ami tényleg nagyon fontos, nagyon lényeges, és a bevezetés tárgyhoz kapcsolódik. Elsőként definiáljuk, mi is az a tanulás. Gyakorlás hatására bekövetkező viszonylag állandó viselkedésváltozás. Na persze, betöltjük a fejébe, és lehetőség szerint ott marad. Azért a kicsit bonyolultabb ennél a helyzet, minimálisan meg kell különböztetnünk az asszociációs és a nem asszociációs tanulás két külön bugyrát, ha úgy tetszik. Ugye az egyikbe a klasszikus és instrumentális kondicionálás tartozik, a másikba pedig a habituáció és szenzitizáció. Alapvető különbség van a kettő között, hiszen az asszociációs tanulásnál, hogy a neve is mondja, valamiféle kapcsolatot feltételezünk, például a klasszikus kondicionálásnál azt tanulja meg az állat, vagy éppen az illető, hogy valamilyen eseményt hamarosan egy másik fajta esemény fog követni, míg az instrumentális kondicionálásnál azt tanuljuk meg, hogy a válaszaink bizonyos következményekkel fognak járni. Ezzel szemben ugye a habituáció és szenzitizáció teljesen más jellegű, egyfajta hangolás érzetét adja. A habituáció tipikusan ártalmatlaningerek megszokását jelenti, de a szenzitizáció tipikusan ártalmas ingerek való fokozódó érzékenységet jelent. És akkor néhány példán szemléltetve ezeket, nagyon szeretem a példákat vizsgálni, és ezekre lehet számítani. Itt betettem egy pár képet, és a madárijesztőre gondolunk, amit hát előbb-utóbb a varjak bizony lese. Akkor tudhatjuk, hogy ez ugye a habituáció tárgykörébe tartozik. Pavlovot és a kis csengőjét nem lehet eltéveszteni, ez a klasszikus kondicionálás. Mit akarunk a hajunkkal? Ehhez el kell olvasni a szakirodalom bevezetőjét, de bizonyos szokások felerősítése, hát leginkább klasszikus kondicionálási alapelveken nyugodhat, de csinálhatjuk máshogy is. A patkány az útvesztőben, vagy a patkány, aki nyomogatja a gombot, hát elvben instrumentális kondicionálásban vesz részt, vagy éppen ő tanítja a kísérletvezetőt, ez már komplex tanulás lenne. A szenzitizáció tárgykörébe pedig, ahogy mondtam, ártalmas ingerek tartoznak. Pavlov munkásságát kiválóan összefoglalja ez a review, ami csupán két oldalas, és érdemes elolvasni, mint ajánlott irodalmat. És hozzáteszem, hogy Pavlov kiválóan műtött innen a lelkesedés a nyálkivezetéses kísérleti megoldásokra. Itt egyik kitömött kutyáját is felvillantom, ami egy múzeumban található meg, de nézzük az alap kísérletet. Ez a behaviorista pszichológia egyik alapvető építőköve, de érdekes módon ez a munka mint egy mellékterméke volt a amúgy Nobel-díjat megkapott alapvető nyálelválasztás fiziológiai mechanizmusainak, ami Pavlovot leginkább híressé tette. Ebben a kísérletben ugye egy feltétlen inger, az étel, összekapcsolódik egy feltételes ingerrel, a fénnyel. Két fázisát különböztetjük meg a kísérletnek. Az első fázis ugye a kondicionálás előtti, itt van a zöld mezőben a kondicionálás, ahol egy bejósló kapcsolat, egy asszociáció jön létre a két említett inger között, és az eredmény
ugye az, hogy már a feltételes inger is kiváltja a feltételes választ, a nyázást. Viszont Pavlovnak az egy nagyon fontos megfigyelése, hogy az, hogy a kutyák csóválták a farkukat, ugrándoztak, ugattak is a kondicionált fényingerre, semmi kaja nem volt, csak fény, nem csupán nyázottak, ami ugye a feltétlen válasz volt a kondicionálást megelőzően. Mindez azt mutatja, hogy nem egyszerűen egy inger válasz, fény nyázás asszociációt hoztak létre, hanem egy olyan a feltételes inger és a feltétlen inger közötti bejósló kapcsolatot, amelynek alapján a feltételes inger több, különböző, a feltétlen inger érkezését elővételező választ is képes volt kiváltani. Tehát ez egy nagyon fontos felismerés itt. És itt csupán egy képet mutatok meg abból a nagyon érdekes archív videóból, amit nem feltétlenül kell végignézni, rendkívül hosszú, de azért érzékletesen mutatja be ezeket a kísérleteket. És szintén érdekességképpen hoztam azt az eredeti tanulmányt, ami ugye ezt a folyamatot leírja, bemutatja nagyon részletesen. De nézzük meg, hogy mi is itt a lényeg. Ugye a feltételes inger és a feltétlen inger párosításait nevezzük próbáknak, és azoknak a próbáknak során, amelynek, tehát azokban a próbákban, amelynek során az élőlény ugye fokozatosan kialakítja, elsajátítja ezt az asszociációt, a két inger közötti kapcsolatot, azt a kondicionálás tanulási fázisának nevezzük. Azonban ezt a kondicionált választ ki is lehet oltani. Ezt jól példázza ugye a kioltási fázis, ahol csökken, egyre kevésbé szorossá válik ez a kapcsolat a kettő között. Az első néhány próba során meredeken nő ugye a feltételes válasz görbéje, aztán stagnál, a kioltás fázisában pedig ez drasztikusan lecsökken, amikor elmarad a fényinger. És a fényinger ott van, a feltétlen inger marad el az étel. De vajon teljesen eltűnik ez a kapcsolat? A válasz nem. A spontán felújulás jelensége mutatja, hogy egy bizonyos idő elteltével sokkal könnyebben megjelenik a válasz, tehát valami kis nyom még maradt ott a rendszerben. De nézzünk egy olyan, a való életből vett példát, ahol averzív kondicionálás révén a kemoterápia kellemetlen élményeihez egy sor olyan inger is társulhat, ami ugye együtt jár óhatatlanul ezzel a procedúrával. Itt egyszerűen arról van szó, hogy ezek a dolgok asszociáció révén összekapcsolódnak, és reménytelenül már évekkel az események után is egy adott háztömb vagy maga a hely kiváltja ezt az averzív kondicionálás révén létrejött kellemetlen választ. Még nagyobb a probléma, ha ugye gyerekeknél mondjuk fagylaltot adnak a kemoterápiával párhuzamosan, azt megelőzően vagy az után, itt amellett, hogy a fagylalt és a rosszul lét összekapcsolódik, és egy örök problémát okozhat a fagylaltevésben, a másodlagos kondicionálás révén a fagylalt és például egy plüssmaci meglévő asszociációjába belenyúlva, másodlagos kondicionálás révén egy sor olyan dologhoz társíthat, vagy társulhat ez az averzív érzés, ami amúgy nem lenne meg. Tehát a rossz dolgok bizony rosszak, és nem érdemes őket jókkal társítani. Persze ez nem igaz így, hiszen ha nem averzív kondicionálás zajlik, hanem sikerül valamiféle pozitív választ kiváltani a szeméből, akár a nővérke mosolya által, akkor mindez visszájára is fordulhat. Nézzük meg a generalizáció és a diszkrimináció jelenségét csak röviden. Ugye a generalizációnál arról van szó, hogy mondjuk egy adott magasságú hang kibér választ vált ki, akkor a környező hangok is ezt teszik. A diszkriminációnál pedig pont fordítva, ha mi konzekvensen csak az egyik magasságú hangot erősítjük meg, akkor az a bizonyos hang az egy erősödő választ
eredményez, míg a másik hangra egy csökkenő GBR választ tudunk megfigyelni. Nagyon igaz ez, megint csak a való életben vett példával. Általában a kutyákhoz pozitívan áll hozzá minden gyerek, de pont azért, mert ugye már pedig meg akarja simogatni, és nagyon érdekli, néhány harapós kutya akár örökre elveheti a kedvét, ilyenkor az egy kutyából vett tapasztalatot generalizálja a többi kutyára is. Ideális esetben diszkriminációs tanulás révén megtanulja, hogy az egyik kutya, amelyik mondjuk morog, jó, a másik meg nem. Itt serkentő és gátló kondicionálás zajlik. De mi is a klasszikus kondicionálás kulcsa? A pavlovi alapelvek alapján itt csupán a CS és UCS időbeli érintkezése vagy kontiguitása a kulcs, Respola eredményei azonban nem ezt mutatják. Ő azt hangsúlyozta, hogy a conditioned stimuli, tehát CS, ugye jó előrejelzője kell legyen az UCS-nek, nem elég az idői egybeesés. Ezt két patkány csoporton demonstrálta, akik különböző próbákban vettek részt. Az A csoportban is előfordult, hogy nem figyelmeztette őket a hang, ugye az áramütésre, de a hangjelzés után mindig volt áramütés, tehát a hang nem volt tökéletes, de egy használható előrejelzője volt ugye ennek a negatív ingernek. A B csoportnál viszont előfordult az, hogy volt hangjelzés, de nem volt áramütés. Ezáltal a hang nem bizonyult jó előrejelzőnek, és éppen ezért nem is tanulták meg ezt az asszociatív kapcsolatot ebben a csoportban a patkányok. Implikációk, ugye megint csak mindennapi helyzetekre, nem biztos, ha azt mondjuk a gyereknek, hogy nem fog fájni, dehogy nem fog. És ugye ez nem csak gyerekekre igaz, és nem csak a fogorvosra igaz. Nagyon fog fájni, de utána sokkal jobb lesz. És utána egy olyan élményben lesz részed, amilyenben még soha nem volt. A kondicionálás korlátait áttekintve, ugye ezek elvben velünk született képességeink alakítják azt, hogy mit lehet és mit nem lehet kondicionálni. A korai behavioristák ezzel nem értettek egyet, de mára már kialakult az a nézet, hogy be vagyunk programozva arra, mindannyian, és az állatok is, különböző állatfajok különböző dolgokra vannak beprogramozva, hogy mit és hogyan tudnak megtanulni. Ez egy nagyon fontos alapelv, amit nagyon sokan alkalmaznak is. Ezt nagyon jól lehet demonstrálni ízaverzió vizsgálatokkal, de én egy másik példát hozok itt most. Nagyon sokan tudják, akik lovagolnak, hogy a lovak kommunikációs jel készlete az egészen más, mint az emberi, és ezt bizony kihasználja néhány olyan új megközelítés, ami azt mondja, hogy be lehet törni a lovakat, de minek? Amikor ezt máshoz is lehet csinálni. Itt én hoztam egy videólinket, ez egy viszonylag hosszabb videó Monty Roberts technikájáról, érdemes megnézni, és egyben egy saját példán, egy nagyon kedves hozzám közeli emberke alkalmazza ezt a technikát, először még sután és esetlenül, de már alkalmazza. Nézzük meg ezt a bejátszást, ugye semmilyen kötél nincs rajta, és a ló mégis követi, mert azokat a jeleket alkalmazza, amit kell. Hát, néha nem működik tökéletesen a rendszer, de a mozdulatok se voltak még itt tökéletesek. Nézzük meg egy másik példán, amikor már jobban működik a rendszer, és szinte, mintha hozzá lenne kapcsolva egy láthatatlan zsinórral. Ja, bocsánat, ez a másik videó. Ugye itt már tudja, hogy szembe kell fordulni vele, ez egy nagyon fontos jel a lónak. És úgy vonza magához. Ahogy fordul, a ló is fog vele jönni. Meg nyilván a ló erre rá is tanul. És egészen a végén már
nehezebb dolgokat is meg tudnak csinálni, együtt futnak. Itt már egyértelmű a kapcsolat, és kialakult ez a fajta közös viselkedés. Az tény, hogy mind a ketten tanulnak egymástól. Érdemes ezeket tehát alkalmazni, amikor állatokat tanítunk. Nézzünk most egy picit mást, klasszikus kondicionálásban nagyon elmerültünk, de most az instrumentális kondicionálásról lesz szó, és itt az effektus törvénye egy nagyon fontos dolog, véletlenszerű válaszok vannak, és ezek közül megerősítődik az, amelyik pozitív volt. Itt ugye a századfordulón Thorndike kísérleteivel kezdődött ez az egész történet, aki azt akarta kimutatni, hogy a tanulás az állatoknál ugye állandóan jelen van, ez tipikusan egy ilyen ketreccel demonstrálta, ahol a macska benn van a ketrecben, és ha rányom jól a kilincsre, akkor az kinyílik, és ő eléri a halat. Ezek a próba szerencse mozdulatok, itt azt mutatja az ábra, egyre konkrétabbá váltak, egyre jobban megtanulta a macska, hogy mi pontosan az a mozdulat, amit neki itt csinálnia kell, és ez ugye az effektus törvénye. Ezt sokan mások is utána folytatták ezeket a törekvéseket. Skinneri kísérletben patkányokat, galambokat, szintén éhes állatokat tett úgynevezett Skinner dobozba, és ott is sajátos mozdulatsorokat kellett elvégezni, például tipikusan egy gombot lenyomni a galamboknak, meg megcsipegetni egy ilyen kis billentyűt. Az a különleges élményben lehetett részem, hogy a Skinner laborban, Amerikában gyerekként, hát ugye betévedtem, és ott minket próbára tettek a galambokkal együtt. Hát most mondjam azt, hogy én nem tudtam megtanulni azokat a sajátos szekvencia sorozatokat nyomogatni ilyen tizenévesen, amire a galambok folyton ennivalót kaptak. Nekem soha nem jött a búza, nekik meg folyton. Gondoljunk bele megint csak a hétköznapi példákba, hogy mit jelent ez ugye a mondjuk egy kutyakiképzés terén. Ezeket a ugye, alap dolgokat, jó, a dicséret, a pórázlazítás, pórázfeszítés, kapcsoljuk össze azokkal a megerősítés és büntetési történetekkel, ugye pozitív megerősítés, negatív megerősítés, a büntetés, vagy éppen a negatív büntetés, ez egy nagyon érdekes dolog. Ezekbe érdemes belegondolni így a hétköznapi dolgok szintjén is, hiszen egy nagyon sajátos, szintén a kutya kiképzésben használt dolog a klikker, és ez bizony már a formálás témaköre. Nézzük meg, hogy mire is képesek ezek a kutyák egy nagyon rövid bejátszással a klikker tréning eredményeként. A klikker egy pici fémbütyök, amit akkor nyom itt a kezével, tréner, hogyha már egy pici is jól csinálja feladatot a kutya. Nagyon fontosak a, megint csak a határozott mozdulatok, olyanok, amire érzékeny ez a speciális állatfaj. És itt figyeljük meg a klikkert, kattint, amikor jól csinálja. Igen! De mire is szolgál itt a klikker? Gondoljunk bele! A klikker itt egyszerűen egy másodlagos megerősítő, tehát nem étellel jutalmaz, hanem a klikkerrel jutalmazza a kutya éppen aktuális akcióját, és ami ebben nagyon fontos, hogy ki tudja, mivel kezdődik a klikker tréning, még mielőtt trükköket tanítunk a kutyának.
klik, kaja, klik, kaja, klik, kaja, klik, kaja. Mi is ez? Egy klasszikus kondicionálás. Megerősítjük azt, hogy a klik az jó, az finom, az nagyon kellemes. Gondolhatjuk azt, hogy a clicker tréning során minden pici apró lépést muszáj, nagyon fontos megerősíteni. Azonban úgy tűnik, hogy a másodlagos megerősítési tervek kutatásainak eredményei szerint ez nem feltétlenül igaz. A részleges megerősítés, tehát amikor nem minden mozdulatot, csak mondjuk minden valahanyadikat, vagy valami kori idő elteltével erősítünk meg, sokkal hatékonyabb lehet. Nézzünk erre egy-két példát. Mondjuk, amikor tudjuk a helyes választ, és betelefonálunk a diszpécsernek, hogy mi nyerjük meg az autót, de nem veszik fel. Foglalt a vonal. Újra és újra telefonálunk. Ezt láthatjuk itt ezen a megerősítési terven. Változó idejű megerősítési tervet alkalmaznak, ugye a nyeremény felelős emberek, mert nem tudhatjuk, hogy mikor veszik fel, ezért mint a messzes folyamatosan telefonálunk. Ez hatékonyabb, mint hogyha tudnánk, hogy ők bizonyos időközönként, mondjuk 5 percenként felveszik, ez ugye a rögzített idejű megerősítési terv lenne, a változó idejű hatékonyabb arra, hogy telefonáljunk. Még inkább hatékony, amikor nem idővel, hanem arányjal manipulálnak. Ezt használják ki a félkarú rabló tehát feltalálói vagy alkalmazói, hiszen néha nyerünk, de nem mindig, nem folyamatosan, és semmiképpen sem egy rögzített standard szerint, hanem úgy néha. Érdemes ezeket figyelembe venni, amikor megerősítéseket alkalmazunk, akár állatoknál, akár gyerekeknél, akár a párunknál. Menjünk egy kicsit tovább, és egy olyan különleges dolgot szeretnék ide behozni, ami Seligman nevéhez fűződik, pozitív pszichológia egyik megalkotója. Itt arról van szó, hogy a tanuláshoz nagyon fontos a kontroll érzése. Tehát ebben a kísérletben, amit a tanultehetetlenség egyik nagyon jó kísérletének tartanak, az állat el tudott ugrani az áramütés elől egy másik helyre, de nagyon fontos volt ez az aktus, hogy ő ezt meg tudja tenni. Egy másik kutya, aki ugyanannyiszor ért áramütés, de nem annak megfelelően, ahogy ő cselekedett, hanem annak megfelelően, ahogy a másik kutya ugrált, ugye egyszerűen összekötötték a dobozokat, annál a kutyánál egy ilyen tanult tehetetlenség, reménytelenség érzése alakult ki, hiszen nem volt hatása arra, hogy mi is történik. Ezt figyelhetjük meg, katasztrófa sújtott a területeken, ahol az emberek már minden mindegy állapotban meg se próbálnak menekülni, vagy tenni valamit azért, hogy elkerüljék a negatív hatásokat. A legérdekesebb részéhez érkeztünk a tanulás témakörének, és itt számos kutatót fellistáznék, a könyvből olvassuk el ezeket részletesen. Tolman útvesztői, premak, csimpánz oktatási kísérletei nagyon eredményesen, és legfőképpen Köhler nagyon híressé vált csimpánz kísérlete jól bizonyítja azt a talán hétköznapi életben is nagyon jól megfigyelhető példát, hogy az állatok néha rendkívül kreatív módon, hirtelen, mint egy belátás révén tanulnak valamit. Ez a klasszikus kísérlet, például hogy a mennyezetre akasztott banánt hogy lehet elérni. Ezt, amit itt az ábrán bemutattam, ezt nem is részleteszem, de talán az az anekdota belefér, hogy amikor nem volt ott doboz és bot, hogy elérje a csimpánz az áhított banánt, oda rángatta a kísérletvezetőt, és rajta mászott fel, hogy megkaparintsa. És egy kis tesztre invitálnám a hallgatóságot. Ehhez egy videót fogok az internetről beindítani, ahol az a nagy kérdés, hogy
ki ügyesebb, a csimpánz vagy az ember? Ti. A feladat egy, nem játszik túl jól a képen, ezért magyarázom, egy műanyag csőbe, egy tubusba beledobott mogyorót hogyan tudunk kiszedni? Ugye, be vagyunk zárva egy ketrecbe, tehát csipesz, a szóba se jön. Na nézzük! No, megvan a megoldás. Itt a cső, ott a mogyoró, azt kell valahogy kiszedni. Mit használnánk? Hát vizet! Gondoltuk volna, hogy ez jó megoldás lehet? Elég sok vizet betöltünk a csőbe, a mogyoró felúszik, és azt meg lehet kaparintani. Valószínűleg a csimpánzok győztek, és ezt a Max Planck Institute-ba vették föl, a linket megadom. De haladjunk tovább az előadásban, és nézzük meg az emlékezés témaköreit. Itt a teljesség igénye nélkül csak nagyon keveset mutatok be, a három alaptételt, a munkamemóriát, illetve a kódolás előhívás különbségeit, néhány emlékezeti tárat. Gondoljunk arra, hogy ez a lány, ugye egy mosolygós, kedves lány, akit Dobó Katicának hívnak, és valahol Amerikában lakik. Ez mind nagyon hasznos információ tömeg, amiből azért a kódolás során elraktározunk néhány olyan mozzanatot, ami úgy fontos lehet. Dobó Katica amerikai. Majd megpróbáljuk ezt tárolni. Dobó Katica ugye el is tűnik a színről, és a tárolás során egyre halványul ez az emlékkép, de lehet, hogy egy idő múlva már a nevére, mondjuk, vagy nevének kezdőbetűire emlékszünk, de mondjuk ez az amerikai történet, ez teljesen elveszett, míg nem, mondjuk előadás közben meglátjuk a fekete cipőt, és a felismerés révén rögtön egy piros érzésünk támad, és aha, igen, ő Katica reggelről, legalább ennyi eszünkbe jut. Érezzük, hogy a hétköznapi szinten ilyen folyamatok mentén zajlik ugye a memória, az emlékezeti működés. Fontos, hogy a kutatók megkülönböztetik ezeket a szakaszokat, kódolás, tárolás és előhívás szakaszait. Mindezeket nagyon változatos módon, például funkcionális képalkotó eljárásokkal is lehet tesztelni. Itt ugye az az alapelv, hogy az emlékezés különböző szakaszai, kódolás, tárolás, előhívás valami, eltérő agyi képletekhez kötődnek, és igyekeznek a kutatók agyi aktivitás mérésére bizonyos feladatok közben, például, és ezek megtanulandó fogalmak, pozitron, emissziós tomográfia, PET vagy funkcionális mágneses rezonancia vizsgálat által, ez ugye az fMRI. A különbség a kettőben elég sok minden, nyilván az áruk is, meg minden egyéb, a maga módszer, meg egyebek. Talán azt érdemes kiemelni, hogy a PET-hez kell izotóp vizsgálat, az fMRI-hez pedig nem. És most mi is kísérletezzünk egy kicsit. Itt kognitív kísérletek tipikus példáját mutatnám be. Ezeket én PhD-s koromban végeztem a Kaliforniai Egyetemen egy nyelvi összehasonlító vizsgálatban. Itt van a link, ahonnan az adatok származnak. És akkor kérlek, hogy nevezzétek meg hangosan és gyorsan a kivetített tárgyakat. Medve. Vagy maci. Mindig van egy fixációs kereszt, az arra szolgál, nem írtam le az instrukcióba, hogy oda fókuszáljuk a figyelmünket, és onnan ugye mehet a figyelem a bemutatott kép felé. Nézzük a következőt. Mosó medve. Igen.
Nyilván, amikor ezeket elemezzük, akkor fontos dolog, nyilván a név is, hogy mit mondtunk, de a reakcióidő egy nagyon-nagyon fontos paraméter annak, hogy mennyire volt nehéz. Ugye ez egy felidézési feladat. Bocsánat, egy felismerési feladat. Látjuk itt a magyar és az angol adatokat. Próbáljuk meg megtippelni, hogy melyik a medve, melyik a mosómedve. Hát nem nagy meglepetés az, hogy a mosómedve az angoloknak egy kicsit könnyebben megy, fel az amerikaiaknak, míg a magyaroknak csupán két nevet mondanak a medvére, a mosómedvére pedig 12 félét. Ezekben van olyan is, hogy állat, vagy ó, hát a nem tudom, az nem számít rendes megnevezésnek, de nagyon sokféle bajszos mackó, vagy csíkos farkú, nem tudom mi, tehát hogy itt azért nagyon sokféle válasz előfordul. De a reakcióidő jelzi egyértelműen, hogy ez egyszerűen a magyaroknak nehéz, nem látnak a hétköznapokban ilyen állatot. Na nézzük tovább a vizsgálatot, van itt még kép, fixációs kereszt, koncentrálunk, és messzelátó. Vagy alma, ez könnyű. Nem csak azért könnyű, mert ezt gyakran látjuk, gyakran használjuk ezt a szót, hanem azért is, mert nagyon tiszta, nagyon világos, és csak pár vonalból áll az a kép, aminek alapján egyértelműen be tudjuk azonosítani, igen, ez egy alma. Figyelem, nehéz jön. Na jó, ez nem volt nehéz. A csillag, még egyszerű. Na most jön a nehéz. Egyengető pad. Ez volt az egyik legkedvesebb válasz erre a képre. A mai napig emlékszem, így 20 év távlatából is erre a megoldásra, ami kiváló megoldás. Ez egy egyengető pad, azaz üllő, szép magyar nyelven. A memória elméletek közül a legelfogadottabb, ugye Richard Atkinson és Richard Schiffrin 1968-as elmélete, és ennek legfontosabb tételei az, hogy egyrészt különböztessük meg ezeket a különböző tárakat. Szenzoros tár, rövid távú tár és hosszú távú tár, és hát bizonyos szabályok mentén kategorizálták mindegyiket. A szenzoros tár nagyon egyszerű, itt minden jöhet, de gyorsan elismertek. Nagyon széles a bemeneti merítés, de csak az kerül át a rövidtávú emlékezetbe, ami vagy érdekes, vagy megjegyzem, muszáj megjegyezni. Például egy telefonszám baromira nem érdekes, de ez a feladat, hogy ismételgessük, és ne felejtsük el addig, amíg előveszünk egy darab papírt, és leírunk. A rövidtávú tárgyú emlékezetnél, működésénél minden tudatos, hozzáférhető, de csak rövid ideig. Ha nem ismételgetjük, bizony elveszítjük ezt az emléknyomot. Ha feldolgozzuk viszont, valahogy átkódoljuk, erről most későbbiekben lesz szó, akkor átkerül a hosszú távú tárba, legalább valamennyire hosszú távú tárba, és a hosszú távú tár jellemzője, hogy itt a kapacitás végtelen. Elben ott van minden, amit valaha tapasztaltunk, csak ugye nem mindig tudjuk előhívni. Ha viszont sikeresen előhívtuk, akkor megint bekerül a rövid távú tárba, és elérhető. Nagyon fontos, hogy sokáig azt gondolták, hogy egyetlen emlékezeti rendszert alkalmazunk mindenféle emléknyom számára, azonban ez elég nyilvánvalóan kiderült, hogy nem igaz. Arra például, hogy valamit pontosan hogyan tanultunk meg, vagy hogy Köhler csimpánzának pontosan mi is volt a neve, talán emlékszünk rá a szakirodalmi olvasás révén, szakirodalmi olvasása révén, az különbözik attól, amit az úgynevezett implicit tárban, implicit emlékezeti tárban tárolunk, ami mindenféle készség típusú tanulás, például, hogy hogyan kell biciklizni, kicsit nehéz is lenne felidézni, igen, akkor fölteszem a lábam, hogyan is indulok el, először a jobb lábamon teszem fel, és akkor hirtelen hajtom, blablabla, ez egy kicsit bonyolult, szóval ha előttünk van egy bicikli, gond nélkül alkalmazzuk ezt a tudást.
És ezért lehet a babákat kiválóan tanítani, úszni, náluk még mindenféle reflexek is működnek, és ha jól sikerül a történet, akkor ez az úszás nyom, ez megmarad későbbi időben is. Tehát ezeket a tárakat tanuljuk meg megkülönböztetni. Nagyon fontos, hogy előfordulhat, hogy amikor valamit meg kell tanulni, annak önmagában nincs sok értelme. C, G, D, A, E, H, FIS, CIS, HE. Jó, nyilvánvalóan ezek úgy odavetett betűk lehetnének, mint egy telefonszám, de hát ugye tudjuk, hogy ezek a keresztes dúrok nevei nagyon fontosak, ugye a zenében, és van ez az egyszerű versike, hogy Cérna Géza diótáról, ezért helypénz fizet, CIS. Ez nagyon könnyű megjegyezni. Miért? Mert itt kapcsolatokat építettünk ki, átkódoltuk egy jelentésteli egységgé, egy versikévé az amúgy összedarabolt és értelmetlen részeket. Célszerű tehát a tanulásban a jelentésre, és nem annyira a szavakra figyelni. És nagyon igaz, hogy minél több a támpont, annál jobb a felidézés. Ugye a vizsgáztató csak egy kicsit segít abban, hogy mit is akar, akkor már könnyebb felidézni ezt amúgy remélhetően megtanult emléket. Tehát mondjuk ki is volt az a lány? Az a bizonyos lány? Ki ő? Ha nem is emlékszünk rögtön mindenre, a pirosról, meg a cipőről már eszünkbe jut, hogy Katica, esetleg az amerikai rész is. Tehát ezek a jól kiépített, hierarchikusan szervezett dolgok felidézése sokkal könnyebb. És akkor megint kísérletezzünk egy kicsit, csak hogy teszteljük a saját memóriánkat, kinek milyen jó a memóriája. Hányra emlékszünk az imént bemutatott tárgyakból? Volt összesen 6 darab. Írjátok le ezeket. Nekem megvan az üllő, a mosómedve meg a medve, mert ezek összekapcsolódnak. Aztán volt még 2 egyszerű, erre emlékszem, talán a kör, nem? Valami hegyes, csillag, és valami gyümölcs. Hát passz. Aha, itt most többet mutattam be, vagy többet írtam le, ebből, ha ki kéne választanunk, hogy melyikeket láttuk, hát ugye az előbb már eláróltam, ilyen harmonika, na hát ez nem volt, ez a horgony, vagy horogon is emlékszem, ez egyáltalán mi a csoda, és ez az állat se volt. Volt viszont, ugye, egy mosómedvénk. Tehát, ez egy nagy kérdés, hogy ugye például emlékszünk-e olyanra, amit itt nem mutatunk be, az sokkal nehezebb. Írjuk le ezeket. Vajon miért nem sikerült, ugye, felidézni azt, amit nem sikerült, és gondoljunk bele abba, hogy mindez összefüggésben állhat például azzal, hogy milyen gyakran használunk egyes szavakat. És mi számít még a felidézésben? Itt lelőttem a poént, de már említettem, hogy mindenki memóriájában van egy nagyon sajátos terjedelmi korlát, ezt mindenféle tesztekkel kiválóan lehet mérni. Ideális esetben ez 7 plusz minusz 2, hát nálam inkább 5, mint 9, de lehet ezt fejleszteni. Célszerű éppen ezért, mivel ennyire rövid a memóriatárunk, és lehet, hogy a ZH-ra 7 plusz minusz 2 információnál többre lesz szükségünk, de ha hierarchikusan szervezzük a megtanult anyagot a fejünkbe, akkor könnyedén lemehetünk a hierarchiában alsóbb szintekre, és elő tudunk bizony idézni többet is, mint akár 9. És végül egy ajánlót szeretnék itt mutatni. Nagyon rossz a kép, de hát ezt egy nemzetközi konferencián fotóztam előadás közben. Bram egy különleges díjat kapott, azért tartotta ezt az előadást, és nagyon érdekes eredményeket mutatott be arra vonatkozóan, hogy
miközben elvégzünk egy általában dögunalmas kognitív feladatot, bizony gyakran rácsodálkozunk a saját teljesítményünkre, rengeteg mindennel foglalkozunk, miközben válaszolunk a kutató standard kérdéseire. Itt például az látható, hogyha egy viszonylag nehéz feladatot, egy inkongruens próbát sikerül megoldanunk, akkor arra kitágul a pupillánk, de ha a könnyű, kongruens próbát elrontjuk, akkor teljesen ugye, tágra nyílik a szemünk ettől az érzéstől. Tehát itt nagyon érdekes ez a módszertan, hogy a pupillometriát összekötötte az amúgy nagyon gyakran használt kognitív feladatokkal. Ennyi volt a mese mára. Köszönöm a figyelmet!